Vászonmesék. Száraz napos idő volt. A Balaton partján színes fürdőruhákban nénik és bácsik tespettek. Körülöttük gyerekek szaladgáltak, vígan a vízből ki, majd újra be. A rádióból a délutáni híradó recsegett. Nem lehetett érteni, hogy mit is mond pontosan, mert nem csak kicsit, nagyon recsegett. Jobbról is, balról is rántott ponyszagárat. Ez a sistergés pedig az olajban sercegő lángos. De jaj, hoppá! Hirtelen minden megváltozott. Az idáig szaladgáló gyerekek szüleik mellett ácsorogva várakoztak, a nénik és bácsik pedig eszeveszettül rohantak fel alá, épp úgy, ahogy előtte a gyerekek. Kapkodtak a hűtőtáskák, gumimatracok, törülközőkendők után, öltözködtek, öltöztettek, szedelőzködtek és csomagoltak. Aztán nyakukban az úszógumikkal és napernyőkkel szaladtak a vihar elől. Pedig a rádió szólt, hogy rossz idő közeleg. Csak hát ugyebár nagyon recsegett. A Kilátás a Balatonra című alkotást Brodsky Sándor festette.